Világszerte már több mint 8 millió embert fertőzött meg a koronavírus, a halálos áldozatok száma megközelíti a 450 ezret, a gyógyultaké pedig a 4 milliót. Pekingre figyel most az egész világ, ez lett a járvány második hullámának új gócpontja. Egy hete még csak 3 új esetet regisztráltak, ma viszont már 137 bizonyított megbetegedésről tudnak. A kínai kormány szigorú intézkedéseket vezetett be a 21 milliós városban. Kordonokkal és rendőrökkel védik a lezárt városnegyedeket Pekingben. A kínai fővárosban megemelték a járványügyi készültség szintjét, és kedd estig 29 lakónegyedet helyeztek vesztegzár alá. A blokkokat alacsony, közepes és magas kockázatú területnek minősítették, attól függően, milyen közel helyezkednek el ahhoz a piachoz, ahol egy hete ismét megjelent a koronavírus. A közepes vagy magas kockázatú területeken élő emberek nem hagyhatják el a várost. Az alacsony kockázatú területen élők szabadon mozoghatnak ugyan, de csak ha negatív a tesztjük. Kígyózó sorok alakultak ki az utcákon, 72 óra alatt több mint 200 ezer embert teszteltek. 137 beteget diagnosztizáltak, és további 6-ot, akik tünetmentesek. A kínai főváros 57 napig volt fertőzésmentes. A hatóságok arra kérik a fővárosiakat, ha tehetik, ne utazzanak el. Ha valakinek mégis el kell hagynia a várost, akkor 7 napnál nem régebbi negatív tesztet kell bemutatnia. Nagyobb létszám befogadására alkalmas helyeknek most azt szabták meg, hogy mindössze befogadó kapacitásuk 30%-ára kell korlátozni a napi látogatók számát, tehát ez a például könyvtárakra, galériákra, múzeumokra, parkokra vonatkozik ez az előírás. Ezen kívül ismét beszüntették a helyszíni tanítást az iskolákban, a Pekingben működő tanintézményekben, illetve az óvodák is bezártak. Ráadásul most szerda reggelre a Peking két repülőterére, illetve onnét közlekedő járatok közül több mint 1000-et töröltek. Ez a menetrend szerinti járatok mintegy 70%-át jelenti. Az egészségügyi hatóságok közben bejelentették, nincs bizonyíték arra, hogy a lazac lenne a koronavírus gazda szervezete. A legújabb fertőzést ugyanis egy olyan vágódeszkán azonosították, amelyen importált lazacot szeleteltek. Közben Új-Zéland már nem vírusmentes ország, miután két brit utas két napja behozta az országba az új koronavírust. A testvérpár Nagy-Britanniából érkezett haza, hogy meglátogassa haldokló szüleit, és bár karanténban voltak, mert a vírus jeleit mutatták, a hatóságok kegyeleti okokból megengedték nekik, hogy távozzanak onnan. A miniszterelnök az ügy felülvizsgálatát kérte, és a karanténhelyek szigorítását. A koronavírus járvány terjedése egyébként még mindig Dél-Amerikában gyorsul a leginkább. Az új fertőzöttek száma megközelítette a 4 milliót. Brazíliában regisztrálták a kontinensen azonosított esetek ötödét, és az Egyesült Államok után a világon itt haltak meg legtöbben a vírus miatt. Az egészségügyi világszervezet is tudományos áttörésként értékelte a dexametazon nevű gyógyszerről szóló brit bejelentést, miszerint az jelentősen csökkenti a súlyos állapotban lévő koronavírus betegek halálozási kockázatát. Több amerikai orvos azonban szkeptikus a bejelentéssel kapcsolatban, és inkább kivárják a részletes jelentést.